próbálom erősíteni a gyülekezeti hitoktatást, hát most csak ilyen online formában, és a gyerekeknek szoktam videókat készíteni, és éppen elérkeztünk Sámuel első könyve elejére, és Sámuel születésén már túl vagyunk, és most következne az, hogy ugye a filiszteusok legyőzik Izraelt, és magukkal viszik a ládát is. A pólódról jutott eszembe, hogy Harrison Ford, aki nem csak a Star Wars-ban alakított, hanem a Indiana Jones és az elveszett frigyláros osztogatói című filmben, és nekem annyira megmaradt az a jelenet, amikor ugye a nácik megszerzik a ládát, és akkor beteszik egy ilyen nagy fa konténerbe, és olyan, ami rajta van természetesen a horogkereszt, és akkor viszik egy hajón, és akkor amikor elindul a hajó, akkor csak látszik, hogy már nincs körülötte ember, de akkor ez a horogkereszt így mint ha valami sav szétmarná, vagy valami elégne, eltűnik erről a konténerről. És ugye itt egy kicsit ugye azt hozhatták be, ami a filiszteusokkal is megtörtént, hogy meg lehet szerezni a frigyládát, hogyha az úr elpártol a népétől, mert a nép elpártolt az úrtól. Megtörténhet ez, de de ez nem úgy működik, hogy mint megveszek egy iPhone-t, és akkor az enyém, és azt én használom, hanem az a láda, az hozzá van rendelve Izraelhez, és Istennek a terve az, hogy Izraelen keresztül mutassa meg a hatalmat, és a dicsőséget, és a szeretetét. És hogy a Izrael fiai elpártolnak tőle, akkor megtörténhet, hogy vereséget szenvednek, de ettől még ez a láda nem fog másoknak győzelmet és dicsőséget szerezni, hanem amikor ugye elvitték először Asdódba, ugye azt hiszem az volt az első város, ugye 5 filiszteus város volt ott a tengerparton, és akkor hát ezek a szegények ugye betették a saját istenüknek a Dágonnak a templomába, gondolván, hogy hát Isten, hát ott jól lesznek egymással, és reggelre a Dágon szobrot ugye ott találták arcra borulva, és akkor ugye visszaállították, reggelre már úgy borult arc, hogy el is tört. És akkor nagy okos ötletként elvitték Gátba, egy másik filiszteus városba, gondolván, hogy majd jó helyen lesz. Hát a gátiakra is csak átkot hozott, ugye pólyapos fekélyek jelentek meg rajtuk, egy kicsit idézve az egyiptomi szolgaságot, meg még egerek is ellepték őket, ugye a gabonájukat tönkretéve. Aztán a gátiak is igyekeztek szabadulni tőle, és aztán így került el, azt hiszem, hogy Askelonba. Na mindegy, tehát a harmadik... Körbejárták a vidéket. Igen, tehát... Mind a forró krumplit. Adatták egymást. Tehát a 3 filiszteus városban volt, és akkor az utolsó filiszteus városból akkor már összehívták az összes királyt, és meg a papjaikat és a jósaikat, és azok mondták nekik azt, hogy gyerekek, itt egy mód van, gyorsan vissza kell juttatni ezt a ládát az izraeliekhez, mert ez ránk csak csapásokat hoz. Csak ugye nem csak, hogy visszajuttatták, hanem engesztelő ajándékokat is készítettek, ugye aranyból ilyen fekély alakú szobrocskákat, meg egér szobrocskákat minden király után, hogy 5-5 ilyen szobrot, és akkor azt betették egy ládikóba, és rátették egy szekérre a ládát, és 2 anya tehenet, akiknek akkor volt szopós borja, fogtak be, és ezek az anya tehenek nem törődjön a borjaikkal, bőgve elindultak a Bécsemes felé vezető útra, tehát visszavitték a ládát Izraelbe, anélkül, hogy bárki hajtotta volna őket. Ugye és persze aztán a bécsemesiekre sem hozott áldást, mert ők meg olyan gyanútlanul, vagy hát felelőtlenül, vagy meggondolatlanul, ők belenéztek a ládába, és akkor ott ugye mindjárt emberek haltak meg, tehát megvert az úr többeket. Míg aztán, hát ugye akkor már Sámuel útmutatásával, ugye egy hosszabb ideig őrizték egy helyen a ládát, áldozatot mutattak be az úrnak, és amikor a filiszteusok újra megtámadtak őket, akkor a fényes győzelmet tudtak aratni. Mert megtértek, és kiszórták a bálványaikat, és egyedül az Istenben bíztak. Na, szóval ez a tanulság, és ez azt gondolom, ez nagyon-nagyon átvihető szerintem a kereszténységre is, hogy az sem úgy működik, hogy most van egy keresztem, úgy, mint egy nyulláb, vagy valami, ugye, vagy hogy vannak bizonyos vallásos szokások, amiket az ember esetleg gyakorol, vagy úgy gondolja, hogy ha most ugye, mint a fokhagyma, mint a vámpírokra, vagy nem tudom, hogy ez nem egy mágikus módon működik, hanem itt az emberi szívbeli bizalma a lényeg, nem a külsőségek. És a láda ezt szimbolizálja valami módon, az úr, amiben ugye van olyan forrás, ami alapján ugye ebben a kőtáblákat őrizték, majd ugye a mannából egy ómernyit, és ugye a részkígyót is. Azt hiszem ebben tehát amit a pusztában, amit Mózes fölemelt a póznára, hogy mikor az a marták a népet, azt is ebben őrizték.
És hogy valahogy ugye, egy kicsit a láda lehet Krisztusnak az előképe, hogy ő eljött közénk, és ő is kiszolgáltatta magát nekünk, és ő egyértelműen csak áldást akar adni mindenkire. Tehát nem akar hólyagos fekélyeket meg egereket, de ez az áldás akkor jön, hogyha mi is a szívbeli bizalmunkat ő belevetjük.